Nem csak teljesítményével és eredményeivel igyekszik Európa elitjébe a Videoton FC, infrastruktúrálisan is a legjobbak nyomába ered. Komoly beruházások, fejlesztések, munkálatai zajlanak jelenleg is a Sóstói stadionban és a vele szemközti területen. Két ütemben a látványsportágok támogatására kiírt pályázat keretében több füves, műfüves pálya, valamint egy fedett csarnok és öltöző épül. A beruházások önrészét nagyjából 500 millió forintot a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia biztosítja. Ez egy másfél-két éves beruházás, másfél milliárd forintot fogunk elkölteni, ebből 500 millió önerő és 1 milliárdot pedig a TAO kedvezménybe tudunk igénybe venni. A beruházásban megépül két nagy műfüves pálya és 5 darab nagy füves pálya, illetve egy 105x25 méteres sportcsarnok. A Videoton FC-nél a beruházásnak köszönhetően mind az utánpótlás csapatok, mind a felnőtt együttes edzés körülményei javulnak, tényleg európai szintűek lesznek. Egyrészt nyilván az utánpótlás egy fotballklub, egy profi fotballklub életében egy nagyon fontos tényező, hogy onnan milyen tehetséges gyerekek tudnak aztán később beépülni a felnőtt csapathoz, és hát az ő felkészülésüket segíti ez a beruházás, hiszen jobbak lesznek az infrastruktúrális adottságok és lehetőségek, tehát egyszerűen jobb körülmények között tudnak készülni a játékosok. Ugye a felnőtt csapat, ami a városnak a csapata, és mi is így, komolyan is így gondoljuk, hogy a város csapata a Vidi első csapata, jelen pillanatban felcsúton edz, aminek a fő ok az az, hogy ma Fehérváron nem adottak a körülmények, és egy darab olyan pályánk van, ami alkalmas lenne az edzéshez, a center pálya. Azt pedig nyilván a meccsekre tartogatjuk. Ezzel a beruházással nyilván lehetővé válik az, hogy az első csapat Fehérváron is tudjon edzeni a jövőben. Cserpalkovics András polgármester örül a beruházásnak, mert ahogy mondja, a fehérvári sportolni vágyó embereknek, gyerekeknek épülnek a pályák. Ráadásul az önkormányzatnak egyetlen fillérjébe sem kerül. Mondjuk ki nyugodtan, hogy ez egy város számára adott ajándék, hiszen úgy, hogy székesfehérvári támogatást semmilyen módon nem kellett ez az infrastruktúrális fejlesztéshez biztosítani, mégis létrejön egy több mint másfél milliárd forint értékű fejlesztés itt a Sóstói stadionban és környékén, ami egyszerre fogja szolgálni az utánpótlást, több száz székesfehérvári vagy székesfehérvár környékéről ide sportolni járó kisgyermeknek a lehetőségét megteremtve ezzel, másrészt pedig a szabadidős sportot is természetesen szolgálni fogja a lehetőségként, ugyanis az infrastruktúra rendelkezésre fog állni. Első ütemben a Sóstói stadionnal szemközti területen épülő nagyméretű műfüves, valamint a fedett két kisebb, szintén műfüves pályának helyt adó csarnokot adják át a tervek szerint december 20-án.